Köszöntök mindenkit, ez itt a Dumáljuk meg, az M+N Televízió ifjúsági magazin műsora. Azt gondolom, hogy ma is érdemes lesz velünk tartani, hiszen mai témánk a beilleszkedés. Mai beszélgető társaim pedig Áron, Milán, Dorina és Kristóf. Sziasztok! Dorina az egyszemlány egyelőre, de a beszélgetés közepén érkezik egy kedves hölgyvendég, úgyhogy akkor egy kicsit majd az arány billenni fog. A mai beszélgetésünk témája, ahogyan a bevezetőben említettem már, a beilleszkedés, és én azt gondolom, hogy nagyon sokszor fordul elő az életünk során az a szituáció, az a helyzet, hogy be kell illeszkednünk egy csapatba, akár iskolába, akár munkahelyre, vagy egy baráti társaságba, de menjünk vissza a legelejére, pörgessük vissza az időkerekét egészen az óvodáig. Emlékeztek, hogy az oviba mennyire könnyen vagy éppen nehezen ment a beilleszkedés? Dorina? Hát, könnyen ment. Viszont voltak olyan pillanatok, mikor inkább hazamentem volna, úgyhogy de összességében jó volt. Anyától meg a szülőktől való elszakadás leginkább az volt a legnehezebb talán. Milán neked? Én nekem nagyon könnyen ment a beilleszkedés az óvodába, rengeteg barátom volt, mert ugye gyerekkorban könnyebben megy ez a beilleszkedés egy társaságban, mint később, idősebb korban, úgyhogy nekem ez teljesen sima volt. Áron? Én, hát nekem is könnyen ment a beilleszkedés. Én szerettem ott lenni, de jobb volt otthon. Ott aludni is, mert az szokott a kritikus pont lenne, délutáni alvás. Én bármikor elalszok. Na de akkor, most már bármikor elalszunk, persze egy iskola után szúnyogálni milyen jó lenne délután, de oviban ott aludni, az teljesen más tészta. Na akkor is. Ott is? Igen, ha meg nem, akkor meg úgy tettem. Az se egy rossz módszer. Kristóf, neked? Hát én nagyon nem emlékszek rá, hogy milyen volt, de nem voltak annyira rossz élményeim, úgy gondolom. Talán amire meg már jobban emlékszünk, az az általános iskola, ugye, hogy oda mennyire tudtatok beilleszkedni. Ovistársakkal mentetek többnyire első osztályba is? Vagy volt cserélődés neked, Kristóf? Hát úgy valamennyien mentünk együtt, valamennyien máshová mentek, de hát így az elején még egész jó volt. Így az utolsó évek nem voltak nekem olyan jók a általános iskolába. De egy csapat volt egészen 8-ig, igaz? Tehát egy osztályközösség. Dorina, neked? Nekünk is így volt, hogy egy csapat, egészen jó közösségbe kerültem be, és pár óvodatársammal együtt mentünk egy osztályba, szóval végig 8-ig egy osztályban volt. Jó kis csapat alakult ki, igaz? Mondhatni, igen. Milán, neked volt egy váltás is, azt hiszem. Igen, nekem az első osztályban az rendesen kezdődött, ugye, az óvodatársaimmal mentem elsőbe, ott egyszerű volt a dolog, ugye folytatódtak a barátságok és egyebek. De aztán negyedikben volt egy iskolaváltás, amikor már nem ment olyan egyszerűen, ugye az már egy összeszokottabb csapat volt, én meg oda kerültem ismeretlenül, senkit nem ismertem, szinte egy-két embert max, de ott is hamar ki tudtam alakítani egy baráti társaságot, és ugye ezt bővíteni folyamatosan az évek során. Na most ugorjunk egy nagyot egészen a középiskoláig, mert hogy te 9-es vagy, és most ugye két és fél hónap telt el eddig ebből a tanévből. Hogy érzed, mennyire sikerült egy vadonatúj közösségbe beilleszkedned? Hányan jöttetek egy csapatból, általánosból? Mennyire volt új minden? Én egyedül jöttem ide, senki más, de a gólyatáborban nagyon, hát mindenkivel nagyon jól összebarátkoztam, és így már össze is kovácsolódott nagyjából a csapat, úgyhogy nagyon jó. Ez a két-két és fél hónap elég volt ahhoz, hogy már összekovácsolódjatok? Milán, neked? Én több általános iskola osztálytársammal jöttem ugye ide 9-be, úgyhogy nem volt olyan nehéz a beilleszkedés itt a gimnáziumban. Ti osztálytársak vagytok, Dorina és Kristóf, viszont egy iskolából jöttetek? Egy általánosból? Nem. Sátorajóhely, Sárospatak, igaz? Mennyire könnyen? Ti tizedékesek vagytok, már eltelt jó egy év. Hogy érzitek, milyen az osztály közösség? Szerintem már kezd kialakulni, még tavaly eléggé úgy, hát úgy elhidegültünk egymással. Széthúzós volt még egy picit? Széthúzós volt, hát volt pár nézeteltérés is, de egyébként most itt tizedikre már kezdünk összekovácsolódni szerintem. Egyébként szerintetek mitől függ az, hogy ki mennyire könnyen vagy éppen nehezen tud beilleszkedni egy-egy csoportba? Hát szerintem nagyon fontos az, hogy nyitottak legyünk ugye az új kapcsolatok kialakítására, mert hogyha magunkba zárkózunk, akkor ne várjuk mindig azt, hogy majd a másik fel fog nyitni ugye felénk, tehát nyissunk mi is, hogy érdeklődjünk a másik iránt, vagy barátkozzunk vele, vagy hasonló dolgok. Dorina?
Hát szerintem is az egyébként. De mi van akkor, mivel nem vagyunk egyformák, hogyha valaki alapjában véve visszahúzódó típus, és szeret a sor végén lenni, meghúzni magát, és inkább nem feltűnést kelteni, akkor elég, hogyha ő barátkozó és nyitott lesz, nem feltétlenül kell, hogy vezéregyéniség legyen? Akkor elfogadjátok őt is? Hát akkor elfogadjuk, mert nyilván nem fogjuk megváltoztatni ez emiatt, úgyhogy... Mi a helyzet a kiközösítéssel vajon? Az nagyon csúnya dolognak tartják sokan, és nagyon kényes téma lehet meg megélni annak, akit kiközösítenek. Van erről esetleg olyan tapasztalatotok, véleményetek, amit ti a saját bőrötökön éreztetek, vagy láttatok? Hát szerintem a kiközösítés ez attól függ, hogy hogy viselkedik az adott személy, mert ugye mindenki magának csinálja a dolgokat. Szóval, hogyha jól viselkedünk másokkal, akkor ugyanazt fogjuk kapni. A jól alatt mit értesz? Hát kedvesnek kell lenni mindenkihez, és hát így... Megadni az alaptiszteletet? Talán? Igen. Meg egymásra kell figyelnünk, az a legfőbb dolog. Na és a humorral mi a helyzet? Mert olyan sok mindenen átsegít minket a humor. A humoros embereket szerintetek könnyebben befogadják egy csoportba? Igen. Miért? Hát mert feldobja a társaságot, amiben van, és szeretik azt, hogy valaki szórakoztatja őket, vagy jó, egy pozitív érzést ad ugye a mindennapjaiknak, hogyha van mi röhögni. Mint egy mókamester? Hát olyasmi, igen. Áron? Van benne igazság. Nálatok van mókamester? Van. Vicces? Vicces, igen, de kicsit már túltolja néha. Na ez az, hogy mikor érzitek azt valakiről, hogy már túl sok? Mi az a határ, ami tegyük fel, hogy egy csapatba újonnan megérkezel és be akarsz illeszkedni. Mi az a határ, ami még belefér szerinted? Meg tudod-e ítélni kívülről, látod-e magadat, hogy ne legyél túl sok? Mert az visszataszító lehet, nem? Hát igen, egy nem jó dolog egyszerre az emberekre zúdítani azt, ami mi vagyunk, szóval szerintem a legjobb dolog az, hogyha szépen, részletesen mutatjuk meg az igazi énünket, úgymond az adott társaságnak. Dorina, bólogatsz? Tehát akkor egyetértesz valószínű Milánnal? Igen, és hát meg az is, hogy nyilván nem vigyük túlzásba ezt, mármint hogy úgy értem, hogy ha valakivel csinálunk ilyen csíntevéseket, azon egy ideig lehet nevetni, de utána, hogyha már ez túlzás vagy, akkor már senkinek sem lesz vicces. Ha kiközösítve érzi magát valaki, vagy ha ti valaha éreztétek, akkor kivel tudjátok ezt megbeszélni, vagy mit tudtok tenni ellene, hogy ezen átlendüljetek? Hát először is megkeresem azt a dolgot, hogy én miért lettem kiközösítve egy adott társaságban, és megpróbálok ezen változtatni, vagy a viselkedésemen változtatni, amiért engem kizártak abból a társaságból, úgymond, vagy igen. Dorina, te mazsorettezel is. Az egy teljesen más közeg, azt gondolom, hiszen szabadabb, de ugyanakkor nagyon feszes tempóban történnek a próbák, a fellépések. Ott mennyire volt könnyű beilleszkedned? Hát nekem nehéz volt egyébként, mert oda mentem, egy lányt ismertem, aki miatt úgymond oda mentem, és konkrétan senkivel nem beszéltem, és én eléggé ott visszahúzódó voltam. És hát így nyilván ők se nyitottak felém, mert én se nyitottam feléjük, és ezért szerintem egy rossz benyomást biztos, hogy keltettem bennük. De utána valahogy fokozatosan jártunk fellépésekre, Lengyelországba, és így kialakult. Akkor a skatujákból ki lehet lépni? Mert nagyon sokszor beskatujázzák az embereket, és azt mondják, hogy na, akkor ő visszahúzódó, na, ő nagyon beképzelt. Ezen nehéz változtatni? Kristóf, szerinted? Hát szerintem igen, nehéz. Mármint aki több éven át csendes és nem szólal meg, úgy furcsa lenne, hogy holnap már nevetve jönne be meg tök hangosan. Szóval... Ne legyen éles váltás, hanem nyisson talán, persze. Ugye? Persze. Igen, úgy, hogy így... Úgy lassan, így van, fokozatosan változtat. Áron? Végül is nem tudom. Én sosem voltam kiközösítve. Mindenki felé szoktam menni, hogy gyere beszélgessünk, jóság, hogy vagy. És akkor én így mindenkivel jobban vagyok, úgyhogy... Az mennyire fontos, hogy elfogadjátok saját magatokat, meg hát először önmagatokat megismerjétek, hiszen amikor ti
magabiztosan tudtok létezni, viselkedni, jelen lenni egy közösségbe, talán akkor tudjátok sugározni kifelé azt, hogy ti kik vagytok, és akkor tudnak titeket, benneteket elfogadni. Szóval, hogy ez egy folyamat, azt gondolom, még így tizenévesen, hogy kiforjon a személyiségetek, de ez mennyire meghatározó szerintetek egy csapaton belül, hogy te magadat elfogadd? Hát szerintem ez a legmeghatározóbb dolog, mert addig nem várhatom el mástól, hogy elfogadjanak, meg megértsenek, ameddig én se értem meg magamat. Tehát először az nagyon fontos dolog, hogy magamat ismerjem, mielőtt még azt várom el, hogy a többiek ismerjenek engem. Te táncoltál is nagyon sokáig, mint hogy Dorina mazsorettezett, tehát neked jelen volt az életedben sok-sok évig, hány évig a tánccsapat? 12 éven át. Milyen volt a közösség? Ott ugyanolyan könnyű volt-e beilleszkedni, mint mondjuk egy általános iskolai osztályba? Hát egyáltalán nem, mert eleinte, mikor oda kerültem, én senkit nem ismertem egyáltalán, de tényleg. Aztán én szép fokozatosan ugye jártam próbákra, meg fellépésekre velük, és így elkezdett ugye alakulni egy baráti társaság, de eközben sajnos a csoport mindig fogyott, ugye aki leérettségizett, elköltözött, mindig fogyott velük a csoport, és hát nem nagyon pótlódott, tehát egyre kevesebben lettünk, és így kialakult egy baráti társaság, ugye így a végére sajnos, és ez maradt. Érkezik hozzánk mai vendégünk, aki azt gondolom, hogy igazán hitelesen tud mesélni majd nekünk a beilleszkedésről. Megérkezett mai vendégünk, Dankó Alisz. Köszönjük szépen, hogy itt vagy, Alisz, és elfogadtad a meghívásunkat, és azt gondolom, hogy te igazán hitelesen tudsz mesélni a beilleszkedésről, hiszen egyrészt Békés megyéből költöztél sok-sok évvel ezelőtt ide Sátorajóhelyre, másrészt egy évet töltöttél Amerikában. Na kezdjük akkor a Békés megyéből Sátorajóhelyre vándorlással. Mennyire volt könnyű vagy nehéz egy teljesen másik országrészbe beilleszkedni, egy kisvárosba? Hát ez azért érdekes, mert én teljesen élénken emlékszem arra, hogy kislánykoromban arra gondoltam, hogy én nagyon szeretnék majd a hegyek közt élni, és ezt úgy képzeljétek el, hogy annyira plasztikusan emlékszem, hogy anyukámmal takarítottunk, és az egyik nagybátyám Csehországba járt egy kiránduláson, és hozott onnan nekünk egy ilyen kis dísztárgyat, egy fából készült pici házikó, egy üveg mögötte, és a mögött egy gyönyörű fotó egy csehországi tájról. És akkor én ezt egészen kicsi koromtól mindig azt néztem, hogy a hegyek közt szeretnék majd élni, ha nagy leszek. Aztán kicsit nagyobb lettem, ott Békés Csabán jártam középiskolába, és elkerültem főiskolára Gyöngyösre, és én ott ismerkedtem meg a férjemmel. És azóta én ezt, hát talán nincs olyan hét, hogy nem mondanám el neki, hogy én nagyon hálás vagyok, hogy ő engem ide elhozott. Másrésztről viszont nagyon érdekes azt megélni, hogy felnőttként egy ilyen viszonylag kicsi országon belül is, hát furcsa kimondani is, de sokszor van honvágyam. Tehát attól függetlenül, hogy ez egy gyönyörű vidék és egy olyan természeti környezet, hogy azt gondolom, hogy erre minden reggel rá lehet csodálkozni, és lehet neki örülni, hogy itt vagyunk. Emellett azért nekem hiányzik, gyakran rám tör, hogy én szeretnék otthon lenni. És az mindig egészen egyértelmű volt, hogy ti itt fogtok élni? Nem is volt opció, hogy oda költözzen esetleg a párod? Ez is egy jó kérdés. Igazából úgy alakult ez, hogy neki lett itt hamarabb állása, miután már Amerikából egyébként hazajöttünk. Nekem is lett egy nagyon jó állásom otthon, akkor egy ilyen távkapcsolatban éltünk gyakorlatilag több mint egy éven keresztül, és a telefonszámlák okán döntöttünk úgy, nem volt akkor még Viber, vagy esetleg Messenger? Nem, abszolút mezei vezetékes telefonon fizettünk több tízezer forintos számlákat, de már a keresetünkből, tehát a szülőket ez már nem terhelte, és akkor nyilván nem működik egy kapcsolat hosszú távon, távkapcsolatként szerintem. Én nagyon nehezen tudom azt elképzelni, úgy fogalmaznék, hogy az jól működjön. Úgyhogy ez egy ilyen közös megállapodás volt, és Dénesben nem volt hajlandóság arra, hogy arra felé orientálódjon, illetve bennem meg nagyon nagy volt a vágy, hogy itt élhessek. Úgyhogy ez így szerencsésen találkozott össze, és akkor így ennek volt ez a hozadéka, hogy én költöztem ide. De aztán szerencsére ugyanúgy én megtaláltam itt is a munkáimat, meg a feladataimat, úgyhogy annak ellenére, hogy én egy nagyon jó munkahelyről jöttem el, nem volt soha bennem ezzel kapcsolatban egy negatív érzés, vagy egy hiányérzet, hogy valamiről én ott lemaradnék.
Én azt szeretném kérdezni tőled, hogy amikor külföldön jártál, ugye egy évig kint éltél, akkor hogyan kezelted a beilleszkedést? Ugye teljesen idegen nép, idegen szokások, minden teljesen idegen ugye a sajátunkhoz képest, és hogy mit tanácsolnál úgymond, hogyha a mai fiatalok kiköltöznének? Mi a diploma osztunk után gyakorlatilag költöztünk ki egy évre. Abból az évfolyamból 10 mentünk együtt, ami jó is volt, meg nem is volt jó. Évfolyam társak voltunk mind, a fiúk, ők többnyire növénytermesztőként végeztek a főiskolán, és akkor egy ilyen jellegű farm munkára kerültek, Maine államba. Mi lányok többen kertészként, kertészszakos vagy kertészszakirányos agrármérnökként végeztünk, és mi pedig ennek megfelelően Iowába kerültünk üvegházakhoz. És jó, azért mondom, hogy jó is volt, meg nem is volt jó. Egyrészt jó volt, hogy ennyien mentünk együtt, mert az első időkben nyilván sokkal nehezebb lett volna, hogyha egymagam kell egy vadidegen országban helytálljak. Hozzáteszem úgy, hogy azért nem volt, tehát viszonylag jó nyelvismerettel, de korán sem annyi valamivel én komfortosan éreztem volna magam egyedül. Aztán, ami viszont a visszájára fordította ezt, hogy mivel ez egy ilyen cserediák program volt, és Európa legtöbb országából, de Dél-Amerikától elkezdve nagyon sok helyről voltak ott velünk hasonló korú diákok, az hátráltatta abba a társaságba való beilleszkedést, illetve a nyelvtanulást is, hogy mi ott egy kupacba voltunk sokan magyarok. Tehát ugye ez óhatatlan, hát hazamész munka után magyarul beszélgettek, magyarul mondjátok el a dolgaitokat, tehát azt gondolom, hogy egy szem fiú volt, aki egy teljesen külön helyre került. Decemberben találkoztunk először, mi szeptember végén utaztunk, úgy emlékszem, decemberben találkoztunk először, és addigra ez az egy fiú, aki egy családhoz került egymaga, sokkal jobban beszélt bármelyikünknél. Tehát nyilván ebből a szempontból nem volt jó, hogy így együtt voltunk. Más szempontból eleinte jó volt, érdekes viszont az az ottani brazil barátainknak a meglátása, hogy ti magyarok minél többen vagytok, annál jobban tudtok veszekedni. Nézd meg, mi brazilok minél többen vagyunk, annál jobban érezzük magunkat. Teljesen igaza volt. Tehát sajnos előállt egy olyan helyzet, hogy mire hazajöttünk egy év elteltével, gyakorlatilag az a 10 ember alig kommunikált egymással. És azóta? Azóta van, akivel rendeződött a kapcsolat, van, akivel nem. De ez azt gondolom, hogy beillik akár egy karantén ez helyzetnek. Egy nagyon nagy tanulópénz volt. Tehát azért itt közben a szülők persze betegre aggódták itthon magukat, mert azért ezekről a helyzetekről, meg konfliktusokról ők tudtak. És azt mondta az egyiküknek az édesapja, aki pszichiáterként dolgozott, hogy nem kell aggódni, anyuka, tessenek nyugton lenni. Ebből a helyzetből egy hatalmas tapasztalattal fog hazaérni majd ez a idézőjelbe gyerek, hiszen már 20 évesek voltunk. És valóban így van, én azt gondolom, hogy azóta nagyon sokat profitáltam abból, hogy ott megtanultam azt, hogy az, hogy beilleszkedünk, az egy dolog, de hogy a közben kiderül, hogy az a társaság, amiben te beilleszkedtél, az mégsem a tiéd, akkor abból ki is kell tudni lépni. Hú, de nehéz lehet ez felismerni, igaz? Azóta viszont akárhány ilyen helyzet volt, rögtön zsigerből azonnal jött, hogy ez nem érzed jól magad, és szinte kivett a csapat. Igen. Uh-huh. És milyen érzés volt egy másik városba átjönni, és hogy a munkába milyen érzés volt beleszokni, úgymond? Hát a munkából, tehát amikor egy új munkahelyre bekerül az ember, ahhoz nem kell semmi más városba költözés, meg semmi, hogy ez mindig újra meg újra egy új tapasztalat, egy új társaság, egy új közeg, új szabályokkal, mert ugye a beilleszkedés arról szól, hogy akarok oda tartozni, és ezért elfogadom, vagy magamra is érvényesnek találom annak a közösségnek, vagy munkahelynek a szabályait. Van, ahol könnyebben ment, van, ahol nehezebben. Nekem egyébként az a tapasztalatom, és ezért lehet, hogy van, aki ezt esetleg nőként rossz néven veszi, de a férfiakkal sokkal könnyebb együtt dolgozni. Ahol sok nő dolgozik együtt, ott rögtön kialakul egy, nem is feltétlen jutunk el a kiközösítésről, amiről ti beszéltetek, de kialakul egy csipkelődés, egy rivalizálás. Szerintem teljesen így, ahogy mondod, egy rivalizás, aminek a legtöbbször semmi értelme nincsen, és én azt gondolom, hogy a munkától veszi el az időt. Tehát azért több ilyen tapasztalatom is volt.
De azt gondolom alapvetően, hogyha az ember arra fókuszál, hogy ő neki mi ott a feladata, ha szereti csinálni, mert az nyilván nagyon fontos, hogy olyan helyen dolgozza, amit szeretsz, akkor előbb-utóbb ezek úgy elsimulnak, illetve nem fordítunk rá akkor túl nagy figyelmet. Tehát az... Tehát a fókusz, ha azon van, amit te szeretsz csinálni, és a szereted, egy ideig lehet ezzel lavírozni, de azért végső soron mégiscsak odajuk adunk ki, hogy ha nem érzed jól magadot, bármennyire is szeretsz mondjuk ott dolgozni, egy idő után úgyis váltani kényszerülsz. Illetve nem válthatsz, csak vagy, tehát megengedheted magadnak, hogy ott maradj egy rossz közegben, de az nem, szerintem az előbb-utóbb megbosszulja magát. Így zárásként szerinted mik azok a kulcsszavak, ha esetleg a tévénéző fiataloknak akarunk segíteni, akik nehezen illeszkednek be egy-egy csoportba? Tehát mik azok a tulajdonságok, ami mindenképpen elengedhetetlen ahhoz, hogy te be tudj illeszkedni, hogy be tudjanak illeszkedni egy csapatba, ha muszáj abban a csapatba beilleszkedni persze? Hát nyilván, ahogy beszéltétek itt, és nagyon jókat mondtak itt a fiúk, lányok, hogy egy habitus kérdése ez alapvetően, de azt gondolom igen, hogy ilyen 17-18 éves korára az ember rájön, hogy akár mennyire is visszahúzódó, ha valóban be akar tartozni akar valóban, akkor ott azt el kell fogadnia, és tényleg be kell illeszkednie. Hát kulcsszavak, mindenképpen a nyitottság, amit ti nagyon jól megfogalmaztatok, azt gondolom, hogy nagyon fontos, és a másik, ami nagyon fontos, amiről szintén beszéltetek, az, hogy az ember önmagát ismerje és elfogadja, mert annak mentén tudjuk kiválasztani azt, hogy mi hova tartozunk, vagy merre tartunk. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és nektek is köszönöm a beszélgetést, fiatalok. Nagyon sokat tudtunk volna még beszélgetni erről a témáról, de lejárt a műsoridőnk, viszont legközelebb is találkozzunk majd, amikor is a fiatalok olvasási szokásairól beszélgetünk. Köszönjük a figyelmet, viszontlátásra!